Beke Katalin, az Antal kormány volt művelődési államtitkára, hajdani képviselő, kéziratban maradt visszaemlékezésében a Kossuth téri sortűz, amelynek ő szemtanúja és túlélője volt, általunk most személyesen átélhetővé lesz. Különös ez, hiszen egy olyan terembe ülünk, ami gyakorlatilag közvetlenül kapcsolódik ehhez a térhez, ahol az események történtek. Hallgassuk Beke Katát. Egy lány a parlament falához tapadva, araszolva lépked, látom, remeg a keze. Aztán rálőnek egy szál puskával egy földszinti ablakból. Valakinek nagyon fontos lehetett, hogy legyen egy külön halottja. Miért kell ilyen hosszú parlamenteket építeni? A többiek lábdobgását nem hallhattam az üvöltésben, hátra nézni nincs időm, befordulok az épület sarkán, megmenekültem. Máig nem tudni, hogy a tűzparancsot maga Szerov, vagy a néhány perc a térre érkezett AVH-s határőrség parancsnoka adhatta ki. Sok túlélő szerint a Földművelésügyi Minisztérium szemközt lévő épületének tetejéről is lőttek a tömegre. A tömeget kísérő harckocsikból is megindult a tűzáradat, így a fegyvertelen tömeg két tűz közé szorult. Ahogy hallhattuk az iménti főigazgató úr beszédébe bevágott visszaemlékezésből, az emberek próbáltak elmenekülni, a vérengzés mintegy 20 percig tartott. Az áldozatok pontos számát még a mai napig sem sikerült megállapítani, jelenleg 71 áldozat személyazonosságát ismerjük, de a kutatások még nem zárultak le. Mi nem voltunk elég elszántak és erősek ahhoz, hogy elszámoltassuk és felelősségre vonjuk az elkövetőket. Ezért bocsánatkéréssel tartozunk mindannyian. Tisztelt hölgyeim és uraim! A hőst sosem bukása, hanem hőstette emeli a magasba. Ideje, hogy végre nevet és arcot adjunk azoknak a pesti srácoknak és lányoknak, antikommunista ellenállóknak, akik életük egy kitüntetett pillanatában úgy döntöttek, hogy új vágányra állítják hazánk és ezzel a világ történelmét. 60 évvel az 1956-os forradalom és szabadságharc után, vagy pontosabban 26 évvel a bipoláris világrend összeomlását, a sikeres antikommunista forradalmakat, rendszerváltoztatásokat követően nekünk is döntenünk kell. Ez a döntés nem csupán európai és magyar múltunk nagyjairól, de önmagunkról is szól. Ha ugyanis nem ismerjük el azokat az egyéni teljesítményeket, amelyeket hozzánk hasonló hétköznapi emberek, magyar honfitársaink vittek végbe 6 évtizeddel ezelőtt, hogyan várhatjuk el, hogy saját életünknek súlya legyen, hogy tetteinket, döntéseinket egy majdani utókor megőrzésre méltónak ítélje. Sokkal tartozunk nekik, mert sokat kaptunk tőlük. Nem azért kell megőriznünk az emléküket, mert így kívánja a tisztesség. Ennél sokkal önzőbb, és a jövő szempontjából súlyosabb érvet tudok önöknek mondani. Egyetlen mondatot, amely a szívünkbe vág. Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Köszönöm a figyelmet.